A PMFC számára a 7 évvel ezelőtti élvonalbeni kényszerű búcsú nagy törést jelentett. Nem csak a felnőtt, hanem az utánpótlás csapatok is megszenvedték azt. Onnan kellett szinte a semmiből ismét felépíteni a klubot. Ugye ez az egész az 2015-ben kezdődött, azon az ominózus utolsó bajnoki mérkőzés, NB1-es bajnoki mérkőzés után, amikor is ugye el lett temetve a pécsi labdarúgás, amit azóta azt gondolom, hogy előástunk a sírból. Akkor én még az első csapatnál dolgoztam, mint pályaedző, és akkor azon a nyáron jött az, hogy a Márton Gábor az első csapatot, a felnőtt csapatot vitte, én pedig az utánpótlás élére kerültem. Hát természetesen össze se lehet hasonlítani az akkori körülményeket a mostaniakkal, ugyanis akkor nagyon sok szülő megijedt, és aki tudta, az menekítette a gyermekét. Én erre azt mondtam, hogy valamilyen szinten teljesen jogosan, mert nagyon nagy volt a bizonytalanság, mind az első csapatot illetően, aki a Megye 1-ben folytatta, mind az utánpótlást, és akkor a négy legmagasabb korosztályból, ami valamilyen szinten de meghatározza az utánpótlásunkat, közel 40 gyereket, és azok közül is a legtehetségesebbeket, hogyha azt nézzük, az majdnem csapatonként 10 játékos, és abból kivenni, ha egy csapatból kivesszük a 3-4 legjobbat, akkor az már azt gondolom, ott borul minden. Na most ennél lényegesen többet vittek el, és akkor kezdtünk el egy építkezést. A mai napig szoktunk erről beszélgetni, és visszagondolom, hogy nem tudom, hogy hogy oldottuk meg. Akkor még ez az épület, ez még csak gondolatban volt meg, akkor még a régi Kovács telepi épület volt meg, amiben valamikor 37 évvel ezelőtt még én is kezdtem a pályafutásomat, akkor a mostani füves pálya helyén volt a műfüvesünk, és itt oldalt volt két élőfüves pálya, amelyeknek az akkori állapota már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz minőségű volt, úgyhogy felszerelésünk sem volt igazából, semmilyen szinten, lejöttem, és a mai napig a telefonomban őrzök egy képet azokról a labdákról, amivel mi akkor elkezdtük. Hát siralmas volt, azt gondolom, hogy bármelyik falusi kis csapatnak is nem megbántva őket, de ma már jobb feltételeik vannak, mint akkor nekünk volt, úgyhogy mi akkor voltunk egy bizonyos szinten az utánpótlásban. És akkor elkezdtünk dolgozni, az utánpótlás azóta most már többször át lett varjával az MLS által, és azt gondolom, hogy elértünk egy bizonyos szintet, mindazok ellenére, hogy a feltételeink azok közel sem voltak olyanok, hogy indokolt lett volna ez az előrelépés. Én azt gondolom, minden szakembernek köszönet jár érte, aki ebben a 7 évben akár egy évet is eltöltött nálunk, illetve mindazoknak a szülőknek köszönetet mondok, akik bíztak abban, hogy itt ez megépül, és nem vitték el a gyermekeiket, holott ugye volt rájuk kereslet. Természetesen nagyon fontosak a jó körülmények, de ez még nem garancia a jobb eredményre. Azért, mert ide épül valami szép, valami jó, az biztos, hogy azt jelenti, hogy mi jobban fogunk dolgozni, tehát ezek nem ezen múlnak, viszont azt hozzá kell tenni, hogy a mai világban a külcsín, a szülők, a gyerekek számára az egy nagyon-nagyon fontos és egy vonzó tényező. Annó még tőlünk nagyon sok gyereket azért is tudtak el csábítani, hogy így fogalmazzak, mert körbevittek őket a hiper-szuper létesítményükbe, és azt gondolom, hogy tátva maradt a szájuk az akkori szülőknek, illetve gyerekeknek, és igazából nem volt kérdés, hogy nem nálunk folytatják. Én minden egyes ilyen riportban megemlítem a Katona Leventét, aki már oszlopos tagja az első csapatunknak, bár még csak NB2-esek vagyunk, de a Leventének is lett volna lehetősége akkor egy fővárosi akadémiára elmenni, nem ment, minket választott, és annyit el tudok árulni, hogy a Leventér ma már két első osztályú klub is bejelentkezett, aztán majd meglátjuk, hogy nálunk folytatja, vagy az adott esetben távozik. Én azt gondolom, de ő példa lehet minden fiatal számára, annál is inkább, mert most már infrastruktúrában azt gondolom, hogy utolérjük a többi klubot. Szakmai téren kaptunk egy visszacsatolást, ugye a Double Pass több ízbe felmérte a klubokat. Az első helyeken van a szakmai programunk, ami önmagában nem elég, mert azt meg kell tölteni tartalommal, viszont mára
a négy kiemelt korosztály, ugye az U15, U16, U17, U19, amik 2015-ben volt az U8, U9, U10, U11-es korosztály, abból, ha a mai állapotot nézzük, akkor a négyből három korosztály a kiemelt korosztályok, vagy a kiemelt csapatok bajnokságába indul a jövő év bajnokságba. A 2000 négyzetméteres komplexumban minden korosztálynak külön öltöző van. Található benne konditerem, orvosi és masszőrszoba, ezen kívül pedig minden, ami a játékosok felkészülését vagy rekreációját segíti. A legnagyobb nyereség azonban a 60x40 méteres fedett műfüves csarnok, ahol többnyire a legkisebbek edzéseit tartják. Kint három pálya található, egy műfüves és két élőfüves, amit a tervek szerint további három pályával szeretnének bővíteni a jövőben. Időközben a lányok csatlakoztak hozzánk, és a lányok akadémiai szinten vannak, az U15, 16, 17, 19-es korosztályuk, ugyanis nekik például a kinizsi területén lenne egy külön kiszolgáló épület, mert azért a nemeket figyelembe véve azért azt gondolom, hogy nem lehet őket egy szintre tenni ilyen szempontból. Ezek ugye a jövőbeni tervek, mert, és akkor így közel azt gondolom, hogy több mint 300 gyerek az, aki jelen pillanat PMFC-be sportol, a lányok akadémia szinten, a fiúk azok tehetségközpont szintén vannak, és így nézünk ki jelen pillanatban. Fiatalkorban az egyik legfontosabb az, hogy a gyerek szeresse, amit csinál, és folyamatos fejlődést érezzen magán és a csapaton is. Motiválni kell őket, és hogyha bíznak az edzőbe, hiszik az edzőnek, olvassák a szavait, és bíznak az edzőbe, akkor gyakorlatilag mindent megcsinálnak. És felszabadultan, tehát itt nem sablon dolgokat kérünk, hanem hogy felszabadultan játszanak a tempót, sebességet, és amiket kapunk, amit edzésen gyakorlunk, azokat visszakapjuk, és ezt, amit láttatok, tehát a dinamika, a sebesség és az élvezet. Az edzés első felében Pista bácsi, lehet, hogy meleg van, hogy meleg volt, van is, de megbeszéltük, miért vagytok itt? Hangosabban? Fejlődni! És mikor fogsz fejlődni? Igen. Minden nap a legtöbbet kell kihoznod magad. Nem fogsz kétszer ugyanolyan teljesítményt produkálni, de minden nap a lehető legtöbbet hoz ki magad. Tehát, hogyha megvan ez a konszenzus, a szülő és az edző, edző, gyerek, gyerek, edző, és ez a konszenzus megvan, akkor úgy gondolom, jól működnek a dolgok. Itt az edzés látogatottság az egy mérvadó dolog, egy kontroll visszafelé. Tehát, ha sokan itt vannak, megjelennek edzés, az azt jelenti, hogy valamiért működik. Tehát élvezi a gyerek, az azért jöjjön, hogy élvezze az edzést. Örömmel jöjjön, örömmel töltse el azt az időt, ami itt van, és boldogan menjen el. Legközelebb megint ugyanígy jöjjön. És ehhez vagyunk mi egy eszköz, hogy ezeket meg tudják valósítani az örömüket. Még itt nincsenek posztra képezve a játékosok, tehát itt még azt szeretnénk mi is látni, hogy mindenhol ismerjék meg a gyerekek, a játéktérnek minden területét ismerjék meg. Ez mind a támadó, mind a védőzónába vonatkozik, illetve a jobb oldal, bal oldal, tengelybe. Tehát mindenhol ismerje meg azokat a játékhelyzeteket, ismerje föl, ami később esetleg szükséges lesz számára. Természetesen vannak már olyan jelek, hogy valószínű, hogy ő a szélen fog játszani, vagy esetleg ő védőjátékos, vagy esetleg támadó játékos lesz, de ezek csak még egyszer mondom, ez egy olyan jel, ami az edzőknek egy ilyen, úgy mondom, egy kis iránymutatás. Mint minden sportágban, itt is nagyon fontos az eredményesség, de a piros-feketék utánpótlásánál egyértelmű cél az, hogy fejlődjenek és élvezzék is, amit csinálnak. Le kell menni, arra a szinten kell kommunikálni, amit ők megértenek. Tehát egy 10-11 éves korosztályi szintre kell lemennünk, úgy kell, azon a nyelven kell beszélni, tehát ilyen életkori sajátosnak megfelelően, és ezek a gyerekek, ezek magukba szívják, amiket mondom. Még egyszer mondom, itt a bizalom, a kölcsönös bizalom, tisztelet. Ha ők ezt látják, akkor mindent elfogadnak. És akkor úgy gondolom, hogy könnyen működik a dolog. Itt már egy bizonyos rezdülésekből, és ahogy láttátok, ők már csak valamit intekük, abban a pillanatban tudják, hogy nézek mindent. És ez még egyszer mondom, a kölcsönös tiszteletből adódik. Labdást nézni, megbeszéltük a védekezési részét, ugye? Minél távolabb utoljuk a védőzónát, fölveszed a pozíciót, merre tereled? Kifelé, így van. Rosszul veszi át a labdát, elpattan tőle. Mit kell csinálni? Így van. Párral szűkötésig mész. Labdaszerzéstán átmész váltásba, tempóval gólszerzést. Labda birtokló. Mit kértem?
lendületből, tempóval. Gyerekkorban nem ritka, egy fiú focizni szeretne, hiszen egyrészt a legnépszerűbb sportág, másrészt pedig szinte mindenhol van lehetőség a játék gyakorlására. Focival kezdtem, igazából nem volt más út, csak a foci. Bolyban kezdtem a szülővárosomban, és akkor onnan 6-7 éves koromban jöttem ide Pécsre, és azóta itt focizok. Szakmailag sokkal előrébb volt a Pécs, és ezért úgy döntöttünk, hogy akkor itt folytatom. Ha valaki tehetséges, gyakran előfordul, hogy magasabb korosztályokban is befér a csapatba. Ráadásul Edwin már a felnőttek edzéseit is látogatja, ahol nyilván jobban tud fejlődni, mint saját korosztályában. Az elején úgy emlékszem, hogy heti 1-2 edzésre tudtam jönni, úgy tudtuk megoldani a szüleimmel, és akkor ahogy telt az idő, egyre több edzésen részt vettem, és szerintem igazából mondhatni zökkenőmentesen ment a beilleszkedés. Jó társak fogadtak, és szépen lassan elfoglaltam a helyem itt a csapatban. A fociban mindig a legnépszerűbbek a gólszerzők, ezért a gyerekek nagy része gyakran úgy érzi, támadóként szeretne a csapatba kerülni. Edwin esetében ez nem így történt. Én igazából pont fordítva tettem, alulról jöttem fölfelé, tehát védőként kezdtem a focit, aztán U12-ben volt egy edzőm, aki meglátta azt, hogy esetleg a középpályán hasznosabb tagja tudok lenni a csapatnak, és igazából azóta inkább védekező, de ha kell, akkor megoldom a támadó feladatokat is. Az első szezonban, az őszi szezonban ott a kiemelt akadémiákkal játszottunk, ott egy kicsit nehezebb volt az utunk, erősebb csapatok ellen játszottunk, így az utolsó négybe tudtunk végezni, de tavaszra szépen összeszedte magát a csapat, és most azt hiszem, hogy vezetjük a saját bajnokságunkat, és úgy néz ki, hogy a feljutás lesz ennek a szezonnak a vége. Az új edzőközpont nagyon sok lehetőséget nyújt mind az edzőknek, mind a játékosoknak. Egyértelmű előrelépés a PMFC utánpótlás életében minden szinten. Egy korszak véget ért, és egy új, sokkal modernebb elkezdődött. Ünneplés volt, amikor idejöttünk. Hát szerintem már nagyon, nagyon érett ez a váltás, ez a korszerűsítés, és már régóta vártuk mi is, játékosok is, és úgy gondolom az edzők is azt, hogy egy ilyen szép létesítménybe tudjunk költözni, készülni, és jó pályákon edzeni, és meccseket játszani. Szóval ezt nyilván ünnepeltük, amennyire ezt lehet, és élvezzük most a gyümölcsét. Ebben a korban a sport mellett a legfontosabb a tanulás. Kérdés, mennyire lehet és tudja mindkettőt egyszerre csinálni, mennyire fér bele az idejébe? Párhuzamosan a kettő, igazából az a célom, hogy mindkettő ugyanolyan szinten menjen. Szerintem ez teljes mértékben kivitelezhető, mert a foci mellett azért akad idő tanulni, tehát aki szeretne, azt szerintem mindenképpen magas színvonalú oktatásban is tud részesülni. Most még van 2 évem a gimnáziumban, itt Pécsen, és aztán valahol egyetemet kell választanom, nyilván az függ a focitól is, hol fogok focizni, ha itt, akkor Pécsen, járok majd egyetemre, ha nem, akkor máshol. Szóval a fociban is igazából felnőtt szinten szeretnék alapember lenni valamilyen csapatba, és mellette tanulni. Védekezésben vagyunk, pressing, magas pressing, ugye ez a mai edzésnek a célkitűzése. 3 csapat van, 3 kapu, mindig egy csapat pressinggel, másik 2 együtt van, tartja a labdát. Pressing elő. Abba a kapuba szerezhet gólt, hogyha labdát szerez. A pirossal kezdünk, utána a narancs és a zöld. Ez lesz a forgásirány. A 2 labdatartó arra 2 kapura szerezhet gólt. Mind a 3-ba kapusunk van. Jó? Azt mondja, hogy 5-en vagytok mindenhol. Ennek megfelelően a pressing ugye csak abból a kapuból indul, legyen meg a 2 támadó, mögötte van egy 3-as vonalunk, 3-as láncunk, jó? Így próbáljunk labdát szerezni. A pressingnél figyelj oda! Sprintbe közlekedjél, legyen meg a kontakt, ne fautoljál, és hogyha megvan a labda, akkor azonnal mélységet játszunk és szerezzünk gólt, jó? Igazából már 5 éves korom óta focizok, a családban benne volt a foci, édesapám, testvérem és a nagypapám is focizott, úgyhogy
valahonnan jött ez a vonal. Bennem egy ilyen egészséges drúg nyilván volt az elején, de én élveztem már akkor is a focit, és azért jártam le edzésekre, mert hogy szeretek focizni, és hogy ott vannak a barátaim. Hiába a családi focis vonal nem volt elvárás Barnával szemben semmi. Azt szerették volna, hogy a fiú megszeresse a sportágat. A csapat ugyan változott az elmúlt 10 évben, de a jó hangulat mindig megmaradt. Nagyon sokan jöttek útközbe, vannak, akikkel már tényleg óviskorom óta együtt focizok, de azt gondolom, hogy egy összetartó csapatról van szó. Úgyhogy szerintem mondhatni ez egy nagy családnak is, hiszen már tényleg kiskorunk óta együtt focizunk a legtöbbjükkel, úgyhogy már majdnem tudunk mindent egymásról. Mivel védőként mindkét oldalon bevethető, egyértelmű, hogy mindkét lábbal meg kell tudnia oldani a feladatokat a pályán. Aki két lábas, annak óriási előnye van, hiszen nem izgul attól, hogy mondjuk jobb lábasként ballal is labdába kell érnie. Tehát az egy óriási előny, és én is próbálom ezt erőltetni, hogy mindkét lábamot használjam. Nyilván kisebb koromban én is gólt szerettem lőni, cselezni szerettem, de így fokozatosan, ahogy egyre nőttem, kialakult bennem az, hogy én szeretek védekezni, szeretek labdát szerezni, szeretek labdát kihozni, minden, ami egy belső védőnek kell. Nyilván én is támadóként kezdtem, mint szerintem majdnem mindenki, és akkor úgy fokozatosan abban az edzői meglátták bennem, hogy van bennem azért valami védő, és hát hátrébb raktak ezért, úgyhogy én azóta ott vagyok, és én élvezem nagyon ezt. Az elsődleges cél az, hogy fociban a lehető legmagasabb szinten tudjon játszani felnőtt korában, de azért a tanulást sem hanyagolja el. Én most kezdtem a 9. osztályt a Babicsba, előtte végig kitűnő voltam, úgyhogy a tanulást így jól be tudtam osztani a foci mellett. Nyilván a tanulás nagyon fontos, mert ha nem jön össze a sport, akkor kell egy B-terv, úgyhogy arra is fokozatosan oda koncentrálok. Nagyon örülnék, ha bemutatkozhatnék NB1-be, akár itt a PMFC-ben is, az lenne a legjobb, de szeretnék külföldre is kiigazolni, és majd fokozatosan akár a felnőtt válogatottba is bemutatkozni. Ha valaki egy utánpótlás szakosztályban 8 év alatt szinte minden csapatot edzett már, az nagy tapasztalattal rendelkezik. Jól látja és tudja, hogy melyik korosztálynak mik az alapvető feladatai. Minden egyes korosztálynál, minden egyes évben megvannak az életkori sajátosságok, ennek megfelelően képezzük őket, ennek megfelelően kapják a fejlesztést, ez igaz a fizikai, technikai, taktikai, minden téren. Ugye itt a 17-nél, itt hát egyre közelebb vannak már a felnőtt futballhoz. Ez azt jelenti, hogy U17-ből kilépve U19-es az utánpótlásnak vége, úgyhogy itt a már egyre inkább a felnőtt focinak a tulajdonságait jönnek elő, azok kerülnek előtérbe gyakorlatilag, arra készítjük fel őket. Ennek megfelelően jönnek azok a feladatok, amikor már elkezdenek izmosodni, erősödni, egyébként is ez ugye életkori sajátosság, hogy kezdenek férfiasodni. Kevésbé a technikai képzésen van a lényeg ugyan, de természetesen ez továbbra ugyanolyan fontos. Játék, taktikai dolgok, ezek kerülnek előtérbe. A modern futballban nagyon fontos a taktikai felkészültség, de bizonyos kor alatt a gyerekek még csak alapvető utasításokat tudnak végrehajtani. Kiskorban egyébként ugye úgy kezdjük, hogy megtanítjuk nekik az alap taktikai felállást, az, hogy hogyan állunk fel a pályára. Arrafelé támadunk, arrafelé védekezünk. Nyilván ott arról szól, hogy a labdában minél inkább közeli kapcsolatba kerüljenek, aztán elkezdenek felnőni. Ilyen U10-11-es korban már vannak olyan felállási formák, amiben megkérjük, hogy játszanak, tartsák a szélét vagy a közepét, de még ott se fontos, nagyon nem ez a kulcsa a fejlődésüknek. Aztán jön a nagy pályára lépés, amikor az egész pályán játék van, nyilván ott már nagy létszámban, ott egyre nagyobb jelentősége van, de hát én úgy gondolom, hogy még az sem a legfontosabb. Itt U17-ben már egyre inkább viszont a taktika kialakul az, hogy ki milyen poszton játszik, kialakulnak a poszt specifikus edzések, úgyhogy ebbe a korban már azért számít. Ugye nálunk is itt a 17-nél egyre jobban, egyre több olyan taktikai dolog kerül be az edzésekbe, ugye taktikai periodizáció alapján is dolgozunk, ami bizonyos keretet ad, sablonokat ad a játékosoknak, a gondolkodásukat segíti, és akkor nyilván ezt látjuk, ezt a viselkedést a pályán, mind egyénileg, mind csapatszinten. Az új edzőközpont nagy lehetőségeket nyújt minden korosztálynak, legyen szó edzőről, vezetőről, vagy akár játékosról. Volt olyan, amikor egy
kisebb terembe edzettünk, mondjuk, mint a mostani konditermünk, körülbelül akkor lehetett, mint az öltözőnk. Volt, hogy olyan klubhelyiségben terembe edzettünk, mert nem volt hely, úgyhogy nagyon-nagyon mostan körülmények voltak. Amikor kiskor csoportban voltam, nagyon sok esetben előfordult az, hogy a mínuszban kellett kint edzenünk, mert nem lehetett, nem volt se terem, se csarnok, se semmilyen fedett, fűtött lehetőség. Most ehhez képest én úgy gondolom, hogy nagyot-nagyot fordult a világ, nagyon jó körülmények közé kerültünk, ugye ez a kovástelepi sportcentrum is rendesen megváltozott. Nagyon sok minden ad van ahhoz, hogy ezek a gyerekek már azért megkapják azt a minőséget, ami az országban nagyon sok helyen adott, már jó régóta. Én nagyon-nagyon bízom benne egyébként, hogy lesznek még további pályák, mert szükség lenne rá, de hát a 8 éve ezelőtti helyzethez összehasonlítva ég és föld. Egy labdarúgó klub utánpótlását irányítani nem egyszerű feladat, hiszen nem elég képben lenni a korosztályokkal, figyelni kell arra is, hogy összhangban legyen a munka korcsoportonként is. Óvis korosztályoktól kezdődően, az U15-ös csapatig befejeződően én felelek a szakmai munkáért. Ez a mindennapokban ez úgy néz ki, hogy van egy hétfői edző megbeszélésünk, ahol átbeszéljük pontosan a helyszíneket, az időpontokat, a tervezett programokat, amiben vele tartoznak a hétközi és a hétvégi bajnoki mérkőzések, valamint a kiskorosztályoknak a hétvégi tornái. Ezek után a pontos szakmai munkának a kidolgozása kerül napirendi pontként, ahol átbeszéljük napról napra és pontról pontra az edzéseket, hogy az hogy épüljenek fel, hogy épüljenek egymásra. Ezen belül én az építési szekcióért felelek, mint szekcióvezető, ebbe tartozik az U12, U13, U14 és az U15-ös csapataink. Itt azt kell tudni, hogy az U12, 13, 14-ben azok a gyerekeink, akik a Deák általános iskolába és a Jurisics általános iskolába járnak, ezeknek kialakítottunk egy mozgásfejlesztési tehetségcsoportot, aminek a vezetője Telek István, és az ő foglalkozik ezekkel a gyerekekkel a 7-3 napján, tehát hétfő, szerdán és pénteken, a reggeli testnevelés óra keretein belül. Ezen kívül kedden és csütörtökön reggel 7 órától ezeknek a srácoknak plusz labdarúgó edzés van. Ez minden héten megtörténik, itt az Árda edzőközpontban és a Toka edzőcentrumban. A jelenlegi helyen tavaly március óta edzenek a fiatalok, de teljesen csak az idei évben sikerült belakni a létesítményt. Tavaly márciusban készült az edzőközpont, azóta tudtuk ugye igénybe venni itt a műfespályát, az idén tudtuk használatba venni a műfélyes csarnokunkat, ami egy óriási nagy erőlépés, úgy gondolom a pécsi utánpótlásba, mert az U7, U8, U9-es korosztályunk plusz az U12-13 is bent tud edzeni. Ez egy óriási erőlépés, nem kell a város másik felére utaztatnunk a kisgyerekeket, ez a szülőknek is nagy könnyebbség, nekünk is könnyebbség, sokkal könnyebben koordinálhatóak így az edzések. A mai modern labdarúgás egyik alapfeltétele az egyéni képzés, ami már egészen korán elkezdhető a labdarúgásban. Többféle egyéni képzés van Magyarországon, amit mi egyéni képzés alatt tartunk, az a következő. Háromféle módot különböztetünk meg. Az egyik, amit most itt láttok mögöttem is, hogy edzés előtt, edzés után kimaradtak a gyerekek, és felszabadultan mindenféle nyomás nélkül, tehát edzői felügyelet nélkül tudnak tekbolozni, lábtenyészezni, kimaradtak, szabadrugásokra rúgni, gyakorolni rugásfajtákat, különböző technikai elemeket, ezek szabadon vannak. Ezen belül van nekünk egy talentcsoportunk, amivel a 14 éves korosztálytól fölfelé a teljesítmény szekcióig, a felnőtt csapatig, inkább úgy mondanám, külön edzők foglalkoznak a gyerekekkel egy egyéni fejlesztési terv alapján. Az egyéni fejlesztési tervbe beletartozik a labdarúgó technika, taktika, beletartozik a kondíció, beletartozik a mentális fejlesztés, és beletartozik a dietetika. Ezekkel a szempontok alapján külön szakember foglalkozik nálunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon jól szervezetten működünk. Ez nyártól indult ez a talentprogram, és azok a gyerekek, akik ebben a talentprogramba bekerültek és benne is maradnak, különböző juttatásokban részesülnek. Ez általában fél évente egy futballcipő szokott lenni, esetleg egy családoknak belépőt tudunk biztosítani. A harmadik szegmens az egyéni képzésünknek pedig az egyik legfontosabb, hogy olyan ingert kell adnunk a gyerekeknek mind az edzésmunkában, mind a mérkőzéseken, hogy biztosítva legyen a fejlődésük, és ezeknek a kiemelt gyerekeknek általában, akik ugye a talent csoportban bent vannak, a feljebb egy korosztályra való följebb edzetésük és a följebb játszatásuk az elengedhetetlen, hogy biztosítva legyenek ezeknek a gyereknek az erőlépése. Az idősebb dárdai pál edzőközpont
viszont nem csak egy modern hely, ahol edzhetnek a fiatalok, hanem egy tér, ahova mindenki szívesen jár, és még a szülők is jó érzéssel látogatják az edzéseket. Azt tudtuk mondani, hogy PMFC család. Ezt nem véletlenül mondjuk, hanem tényleg, amikor az ember ide bejön egy ilyen épületbe, egy ilyen környezetbe, eleve egy olyan pozitív hatás éri az embert, és hogy egy helyen tudunk lenni. Meg tudjuk beszélni az összes edző egy helyen van, a felnőtt csapattól egészen az ugratás edzőkig, tehát a napi problémáktól kezdve a gyerekeknek a problémáit át tudjuk beszélni, bárki, bárkinek tud segíteni, ez akár szakmai segítség is lehet, vagy emberi oldalról, és úgy gondoljuk, hogy ez a környezet már nagyon-nagyon kellett a PMFC-nek. 150 gyerek naponta megfordul, és ezekkel a gyerekekből természetesen ugye nem lesz mindegyikből profi labdarúgó, de nekünk nem csak az a célunk, hogy profi labdarúgókat neveljünk, hanem az, hogy jó sportolókat, jó embereket neveljünk, és azokat próbáljuk meg bent tartani a PMFC családon belül. A szakmai igazgató elvégzett minden képzést, amit csak kellett, és készített egy tervet Dárdai Pál segítségével, amit azóta is folyamatosan módosítgat az igényeknek megfelelően. A jó szakmai munkát az eredmények is igazolják, hiszen a legnagyobbak U15-től fölfelé mind a kiemelt akadémiák bajnokságában indulhatnak rendszeresen. Mára a labdarúgás, az utánpótlás labdarúgása az nem arról kell szóljon, hogy a csapatok eredményesek, az csak egy következménye, akkor, hogyha a srácokat mi jól fejlesszük. Tehát mára azt szokták mondani, hogy a futball is egy egyéni sport, amit csapatban játszanak, és nekünk az egyénre kell fókuszálni. Kezdetben az edzők azok nagyon-nagyon meglepődtek, főleg a kiskorosztályba, hogy én nem voltam arra kíváncsi, hogy a tornákon milyen eredményeket értek el. És a mai napig nem foglalkozok természetesen, győztes típus voltam én is annyi játékosként, igenis fontos az eredmény, de nem ez alapján ítélem meg sem a szakmai munkát, sem az edzőket. És ezt nehéz volt nekik elfogadni, mert van egy régi beidegződés, hogy az alapján ítélték meg. Én meg azt mondtam, gyerekek, az, ha mi eredményesek vagyunk csapatban, az a jó munkának a következménye. És sokkal, de sokkal fontosabb az, hogy mi hány játékos tudunk eljutatni a felnőtt profi futballba, akár kezdetben a saját mi felnőtt csapatunkba, és onnan értékesítve még magasabb szintre. Mert ez az egésznek a lényege. Pécsett a célok egyértelműek. Az utánpótlásból a lehető legtöbb fiatalt eljuttatni a felnőtt csapatba, vagy akár az élvonalba. Akkor leszek igazán boldog, amikor eljutunk arra a szintre, hogy ami most már nem csak az NB2-ben, hanem már az NB1-ben is kötelezővé tesznek a fiatal szabályt, akkor nekem ne kelljen más egyesülethez fordulni ahhoz, hogy én ezt ennek a szabálynak megfeleljek, hanem a saját utánpótlásunkból tudjuk ezt megoldani. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a 2005-ös az az első olyan korosztályunk, ahonnan nem ment el tehetséges gyermek, és tudtunk behozni a rendszerben tehetséges gyerekeket is, és reméljük, hogy 2005-ös korosztálytól már a saját utánpótlásunkra fogunk tudni támaszkodni abból a szempontból, hogy a fiatal szabálynak akár az NB2-ben, akár az NB1-ben addigra eleget tegyünk, és akkor azt mondom, hogy akkor az már tényleg egy szakmai siker. Szakmai sikerek utánpótlás szinten megvannak. A kérdés az, felnőtt szinten mikor lesz ennek eredménye. Pécsett nagyon népszerű apamacs, sokan szívesen járnának élvonalbeli meccsekre. Bízunk benne, hogy sikerül rövid időn belül ismét visszajutni az első osztályba.